Zagyva Lászlónak eddig több mint 20 kiállítása volt, de köztéri alkotásait is láthatjuk több helyen. Egyik legnépszerűbb alkotása a holokauszt emlékmű a megyeszékhelyen, a Nyíregyházán élő művész tárlatát a Pál Gyula teremben tekinthetik meg az érdeklődők, ahol az elmúlt évtizedekben készített szobrait és érmeit láthatjuk. Ilyen visszatekintő kiállítás, inkább valami összhangban levő csoportokat kellett összeválogatni. Hát inkább az, hogy formailag, látványilag legyen egységes, de nem mondható, hogy egy tematika. Habár nálam egy kicsit groteszk minden, meg kicsit igyekszik vidítani a nézőket, ha sikerül. A Nyíregyházi Városi Galériában Z. Erdei Anna grafikus művész tárlata nyílt meg, a földszinten és az emeleten is a művész grafikáit állították ki, az egyik sorozat érdekessége, hogy versrészleteket is láthatunk a képek mellett. A legutóbbi sorozatom van kiállítva, melynek az a cím, hogy versképek. És ezt úgy készítettem, hogy indulásból készítettem egy úgynevezett művészkönyvet, az azt jelenti, hogy egyetlen példányban én nyomtattam ki a saját gyönyörűségemre egy könyvet, amiben hát nem illusztráltam, hanem kortárs költők versét, olyan szívemhez közel álló versekkel kapcsolatos grafikát készítettem, azoknak a szövegeit is felhasználtam úgy, mint képalkotó elemeket. A kiállítások október 10-ig látogathatóak, az érdeklődőket 2-től szombatig reggel 9-től délután 5 óráig várják mindkét helyszínen.